Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Gondolom, nem vagyok egyedül azzal, hogy gyűjtögetem a kártyacsomagokat, és imádom a kártyavetést, a képeket. Ez a hivatásom, szívvel, lélekkel csinálom ezeket a dolgokat. Arra gondoltam, hogy megmutatom a gyűjteményemet, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak. Ez megkönnyíti a vásárlást, hiszen tudjátok előre, igen, ebben a kártyacsomagban, mint például itt ennél a Lenormand kártyánál ilyenek a képek. Nem csak a Lenormand kártyákat fogom mutatni, hanem a cigány kártyát, a kiper kártyákat és a táró kártyákat is. A Lenormand kártyák Marie-Anne Lenormandtól vannak, egy francia kártyavetőnő, aki 1772-ben született, és 1843-ig élt, Napóleon kártyavetőnője, illetve Napóleon húgának a kártyavetőnője. Most megnézzük ezt a kártyacsomagot és a képeket. Itt az egyes számnál van ez a lovas hölgy, ami jelenti a mozgást, hogy valami vagy valaki közeledik hozzád. Mint egy ilyen időkártya jelenti azt is, hogy már útban van, tehát gyorsan történnek az események. Ez a kártya utalhat egy lóra is, vagy mindarra, ami mozog. Változások, egy autó, egy kirándulás, vagy sport. A képek nagyon szépek, nekem a színe is nagyon-nagyon tetszik, meg a virágok itt körülötte. A második számnál a négy levelű lóhere látható, ami szerencsét hoz, jelenti az időt is, négy nap vagy négy hét, esetleg április hónap. Ez jelenthet nyereményt vagy egy szerencsés fordulatot. A hármas számnál a hajó van. Ez is egy nagyon szép kép, nekem a színe is nagyon tetszik, vagy a háttér gyönyörű ezekkel a virágokkal. Itt a hajó jelenti a reményt, vagy utazást, külföldi kapcsolatokat. Itt a négyes háznál, négyes számnál, bocsánat, már a háznál vagyok. Tehát a négyes számnál itt a házról van szó. Ez jelentheti az otthonodat, a családot, a családi kapcsolatot, vagy valaminek a kiépítését, vagy jelenti az ingatlanokat is. Ez lehet egy ház, de lehet egy lakás is. Itt az ötös számnál a fáról van szó, jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni. Jelenti az egészségügyi témákat is, vagy hogy rendeződik most valami. A fa jelenti természetesen a fákat, vagy az erdőt is, vagy a türelmet, hiszen egy fának is szüksége van időre, amíg gyümölcsöt hoz. Mint időkártya jelenti az őszi hónapokat. A hatos számnál a felhőről van szó, itt valami átláthatatlan, jelenti az időt is, mégpedig fél évet. A hetes számnál van a kígyó, ez jelenti a változásokat, a transformációt, a megújulásokat, a gyógyító erőt, egészségügyi témákat, de lehet egy nő is. Ez lehet egy jó barátnő, de lehet egy rivális nő is. A nyolcas számnál van a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy, vagy régi témák, vagy hogy valami lezárul.
kilences számnál van a virágcsokor, ez jelentheti a kerti munkát, a virágokat, egy szép környezetet, de jelentheti a te szépségedet, jó ízlésedet, vagy egy kreatív tevékenységed, utalhat művészi területekre is, vagy jelenthet egy kellemes meglepetést, egy jó hírt, egy meghívást, vagy egy ajándékot. Néha utal egy fiatal lányra, az gyakran valakinek a lánya lehet. Itt a 10-es számnál van ez a, most nem jut eszembe magyarul, szenze, sarló, vagy kasza, igen, most eszembe jutott kasza. A 10-es számnál van a kasza. A kasza elvág valamit, lezár valamit. Tud segíteni is, hiszen gyakran lezár kellemetlen témákat, vagy kapcsolatokat, vagy félelmeket. Amit a kasza jelent, amikor valami történik, amire nem számítottál, egy meglepetés. A 11-es számnál van az ostor, és ez fáj. Valaki meg akar bántani téged, vagy vannak viták, veszekedések, nézeteltérések. Itt egy hölgy látható, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, az is lehet, hogy egy férfi akar megbántani téged. Mint időkártya jelenti november hónapot. Itt a 12-es számnál vannak a madarak, jelentik a levegő elemét, a könnyűséget, a mozgást, jelentik a kommunikációt is. Itt van egy gyermek. Ez jelentheti a gyermekeket, vagy a gyermekkori emlékeket, vagy az ártatlanságot, néha a naivitást, vagy egy fiatalos kisugárzást, vagy utalhat egy új kezdetre. Arra vasz róka. Ez jelenthet negatív gondolatokat, vagy érzelmeket, vagy egy rossz tanácsot, rossz döntéseket, de lehet egy ravasz személy is, aki kíváncsi, irigy rád, becsap téged. 15-ös szám, a medve. Ez jelenti a te élet erődet, és ezzel be tudod bizonyítani magadat, vagy jelenti a belső erőt, a hitet, de lehet egy személy is, akinek szava van, például a főnököd, vagy egy bíró, vagy egy apukád. Vagy az apukád, így akartam mondani. A 16-os számnál vannak a csillagok, ami szerencsét hoz. Jelentheti az asztrológiát, vagy kártyavetést, tehát utalhat spirituális területre is. Amit még elfelejtettem mondani, a kártyának a nagyságát. 5,5 cm, és itt 9 cm. A 17-es számnál van a gólya, ez jelenti a változásokat. Ha ott van a közelben a gyermek, akkor jelentheti egy kisbabának a születését is. A 18-as számnál van a kutya. Ez jelentheti a kutyákat, vagy a cicákat, tehát utalhat háziállatra, de jelenti a barátságokat, vagy hogy valaki olyan barátságosan közeledik hozzád, amit még jelenthet, az a hűség. A 19, ez a torony. Ez lehet egy személy leírása is.
Itt egy magas, sovány személyről van szó. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. A torony lehet egy nagyváros, vagy egy nagyobb épület, egy cég kialakítása, vagy iskola, vagy kórház, vagy egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Néha jelenti a kártya, hogy fogva érezzük magunkat a toronyban. Ezek korlátozások, egy szűkös helyzet, amikor keresünk egy kiutat, keresünk egy megoldást. Itt van a park, ami jelenti a természetet vagy a nyilvánosságot, hogy megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged. A 21-es számnál van a hegyvidék, ez lehet egy kirándulás a hegyekbe, de gyakran jelenti az ő hideg-rideg tartását, vagy a problémákat. Mint időkártya, utal gyakran a téli hónapokra. A 22-es számnál vannak az utak, ez lehet egy találkozás, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy jelentik a döntéseket, melyik irányba kellene tekinteni. A 23-as számnál vannak az egerek. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Ez lehet kiadás, ez lehet veszteség, ez lehet félelem elveszíteni valamit vagy valakit, de az egerek gyakran segítenek, hiszen el tudnak távolítani bizonyos kártyákat, például a ravasz rókát, egy hamis szemét a környezetedből. Itt van a 24-es számnál, ez a szív jelenti a párkapcsolatot. De jelenti mindazt, amit kedvelsz. De ha ez a kártya jelenik meg, akkor elsősorban a szerelemre gondolunk. Nekem az is tetszik, hogy itt vannak a lepkék, és azok szimbolizálják tulajdonképpen a lelki dolgokat. Van egy lelki kapcsolat kettőtök között. A 25-ös számnál megjelenik ez a gyűrű, ez jelentheti a házasságot, vagy bizonyos kapcsolatokat. Lehet ékszer is, hogy valaki ékszert ajándékoz számodra, vagy lesz egy eljegyzés, vagy egy házasság. A gyűrű jelentheti azt is, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád a múltból, vagy utalhat bizonyos szerződésekre. A 26-os számnál jelennek meg a könyvek, ez lehet egy könyv, mert kapsz ajándékba egy könyvet, vagy egy könyvet vettél magadnak. A könyv jelentheti a tudást, vagy a továbbképzést is, néha az ő zárkózottságát. A könyvek azt is jelenthetik, hogy vannak olyan gondolatok nálad, vagy úgy érzed, hogy valaki eltitkol előled valamit. Itt a 27-es számnál a levél jelenthet egy hírt, vagy valami írásbeli dolgot. Ez lehet egy számla, ez lehet egy dokumentum, ez lehet egy szerződés is. A 28-as számnál megjelenik ez a férfi utal a férfiakra, vagy jelentheti a lelki társadat is. Ebben a kártya csomagban a férfi kétszer jelenik meg. Ez egy fiatalabb férfi, hogyha két férfiről van szó. De ha gondolod, kivetésnél az egyik lapot kiveheted a kártyacsomagból.
Ugyanígy a hölgynél, itt ez a, mondhatnám, kislány fiatalabb, mint a másik, tehát gondolhatsz két különböző személyre, például ez a hölgy szimbolizál téged, akkor itt ez a másik hölgy lehet egy fiatalabb hölgy. De itt is úgy van, ha gondolod az egyiket, kiveheted a kártyacsomagból. A 30-as számnál van a lilium virág, jelenti a tisztaságot, tiszta érzelmeket, tiszta gondolatokat, vagy hogy tisztázódik valami körülötted. A Lenormand kártyánál ez a virág jelenti a szexuális témákat is. A 31-es számnál megjelenik a nap, megvilágít valamit, kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit vagy valakit, megvan ez a kisugárzás, utalhat a nyári hónapokra is, vagy a sikerekre. A 32-es számnál a hold jelenthet misztikus témákat, valami olyan titokzatosnak tűnik, vagy utalhat az anyukára, az anyai érzelmekre, vagy jelentheti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, vagy az intuíciódat. Itt a 33-as számnál megjelenik a kulcs, jelenti a magabiztonságodat, vagy hogy le tudsz ezzel zárni valamit, esetleg jelentheti a zárkózottságot, vagy ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek, vagy jelenthet változást, hogy lesz nyitottság, nyitottan tudtok beszélni bizonyos dolgokról. Itt a háttérben a kártyán ezek a virágok is nagyon szépek, nekem nagyon-nagyon tetszenek. Itt a 34-es számnál a halak vannak, és jelentik a pénzügyi dolgokat, vagy az értékeket. Mivel a halak vízben úsznak, jelenti a folyadékot is, tehát ha valahol vannak ilyen problémák, ami az alkoholt illeti, akkor odafigyelhetünk erre a kártyára. A 35-ös számnál van a horgony, jelenti a biztonság érzetét, mint ez a sziget itt, ahol le lehet horgonyozni, megvan a biztos talaj a lábunk alatt, vagy szimbolizálja a munkahelyet. Itt a 36-os számnál megjelenik ez a kereszt, az jelentheti vallási témákat, egy spirituális területet, vagy döntéseket, amikor elérkezünk az élet utunkon ehhez a kereszteződéshez, és töprengünk azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez volt a felvétel. Kicsit változtatnom kell itt a képen. Én nem szeretem, amikor nem olyan szépen vannak a kártyák. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba. Nagyon szépen köszönöm. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!